22 és 100 lefelé. 100 lefelé, sima bal, és a végén ott a lassító. Óvatosan, tesó! A Simon testvérpár több mint 6 éve kezdte el a versenyzést, sok tapasztalatuk van a ralli versenypályákról, mégis részt vettek a zempléni ralli sulin, ahol a sportág neves versenyzőjével vették át újra a tudnivalókat. Sokan versenyről versenyre és mások fedélzeti kameráján keresztül tanulják ezt a feladatot. Ezen a kétnapos képzésen a navigátorok sok elméleti és gyakorlati kérdésekre kaptak választ. Tanulni mindig lehet, és kell is, és nyitottnak kell lenni a világra. Itt olyan emberekkel ismerkedhettem meg, akiknek több 10 éves tapasztalatjuk van és múltjuk. Őtőlük csak pozitív dolgokat lehet elcsípni, és ezeket meg kell tanulni beépíteni a saját munkánkba is. A tanulók olyan navigátorok, akik több pilótával versenyeztek már, akár csak az életben, itt is kulcs szerepe van a bizalomnak, a pilóta és a navigátor közötti egyensúlynak. Legyen az ember között a bizalom, mert nincs meg a bizalom, akkor megette a fene az egészet, ezt csak úgy lehet csinálni, ha tökéletesen megbízunk egymásba. És ugye nyilván persze kellett egy pár verseny, hogy összeszokjunk, és ez meg is történt, és utána éveket úgy tudtunk együtt autózni, hogy szinte ismertük már egymás gondolatát is, és soha nem volt semmi probléma a versenyeken. Az iskola oktatói neves rally versenyzők voltak, például Túri Tamás, aki szerint az, hogy valaki jól felírjon egy pályát, fontos, de egy jó versenyzéshez lehet ez még kevés. Nekem is sok navigátorom volt, akivel egyszerűen nem teljesen értettük meg egymást, mert nem azt írta fel, amit én diktáltam, vagy nem úgy adta vissza, és már nem értelmeztem teljesen annyira. De hogyha tényleg jól összeszoknak és megbeszélnek mindent, akkor ha jól fel van írva egy pálya, akkor tényleg gyorsan lehet menni belőle. A navigátoroknak a pilóták belső felvételeken keresztül mutattak jó és rossz példákat, és beszéltek arról is, nekik, akik a kormány mögött ülnek, mi a legfontosabb. Nem zárom ki a külvilágot, hanem külvilágot teljes mértékig megszűröm, annak érdekében, hogy erre a dologra tudjak fókuszálni, és egyáltalán nem nehéz ilyenkor, mert egészen könnyűnek tűnik, sőt, egy kellemes, nagyon-nagyon jó élmény az, hogy mondja nekem, amire én számíthatok, én pedig a képességeim mértékében kockáztatok, és ez egy teljesen békés, de nagyon-nagyon lendületes, gyors állapota az embernek. A magyar rally sport hőskorában valóban tapasztalat útján jutottak hozzá minden információhoz a pilóták és segítőik. Ahogy a sportág fejlődik, úgy egyre fontosabb a tudatos tanulás itt is a fiataloknak, amit támogatnak is a rallyban ismert versenyzők. Nem voltak ilyen felkészítések, nem voltak ilyen rally iskolák, ez egy nagyon jó kezdeményezés, le a kalappal a szervezők előtt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy most ezek a versenyzők, akik reméljük, hogy tényleg itt vannak a jövő bajnokai, sőt biztos, mert ismerem egy párukat, most olyan tudást kaptak még, amivel nagy bökést kaphatnak ahhoz, hogy eredményesek legyenek. Az elméleti oktatás után másnap a Telkibánya Bózsva szakaszon ki is próbálhatták a tanultakat a résztvevők, annál is inkább, mert a rally versenyzők minden osztályban már a következő szezonra készülnek.